Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Testvérvárosi megállapodás kötött egymással Veszprém és Balatonfüred, méghozzá Balatonfüreden, az Andabálok helyszínén, a díszteremben, a Magyar Kultúra napján, ahol ünnepi köszöntőt mondott Navracsics Tibor kormánybiztos. Az ünnepi műsorban többek között közreműködött Kéri Kitti színművésznő és az Orlandó Ének együttes is. Talán 2020-ban, mondtam. Addig nem élek, és csontjaim sem érzik. Huny szemmel ezért láttam, képzeltem, idéztem minden nap és minden éjjel az új Magyarországot 40 év bujdosásban. Esztergom. Dombra feltett királyok koronája. Tavaszi eső könnyén átdomborul a kékes, s ezüstvértes leányok vágtája Budavára fölött a bárányfelhők hosszúkás paripáin. De most, hogy mindennapos köztünk a lehetetlen, és látom azt, amit meglátni sohasem remélhettem, és eljátszhatom újra tükröm a Balatonnal. Tavasszal a vízparton sétálok majd, Pozsonyban, és nyáron talán a csíki havasok alján járok. Jaj, bujdosó barátok, nem tudtátok megérni. Vámbéri, Jászi, Fényes, Szilárd, Zilahi, Kétli, Mikes, Kéripál, Köszler, Pálóci, Károlyi. Vagy jobb, hogy a jövendőt csak álomban láttátok? Köztünk élősködik még a pártoskodó átok. A falu meg a város avult harca, s lekésünk Európáról, mert csak egymásba döf a késünk, s bár elsőnek kezdtük, ott kell cammognunk hátul. Holdanként több tehetség terem itt, mint akárhol. Talán sikerül végre. Ezt én be nem várom. Szemet hunyok, mosolygok. Jutalmamat kérem, mint Viktor Hugo hajdan. Legyen egy sír a bérem. Sír. A 301-es parcella közelében. Az az időszak, ami ennek a mai egyik legfiatalabb magyar ünnepnek az alapját jelenti, a 200 évvel ezelőtt történt évek, a magyar történelem egyik legoptimistább időszaka volt. Pedig nem szükségszerűen alakult így, hiszen az, amit ma reformkorként vagy nemzeti újjászületésként nevezünk, ez az időszak valójában egy sérelemből indult. Második József, a felvilágosult abszolutista uralkodó úgy gondolta, hogy a birodalomban használt latin, mint hivatalos nyelv, már nem alkalmas arra, hogy a modern kor kihívásait megfogalmazza, hogy a modern politikai vitákat ezen vívják, és ezért úgy döntött, hogy a németet vezeti be hivatalos nyelvként a birodalomban. Ez volt az a szikra, amely a magyar nyelv, a magyar kulturális identitás fejlődését belobbantotta, amely először csak védekező reakciót váltott ki a magyar nemzet tagjaiból, a vármegyei, illetve az országos politikai elit tagjaiból. Később aztán ez fordult át egy olyan nagy nemzeti újjászületésé, amely a nyelv mellett a tágabb értelemben vett kultúrát, majd a gazdaságot, és végül a politikát is magában foglalta. Egy olyan folyamatról van szó, amely fél évszázadon keresztül az 1790-92-es országgyűléssel kezdődően végül 1844-ben érte el a nyelv szempontjából a csúcsát, amikor a magyar nyelv általánosan hivatalos nyelvé vált a Magyar Királyság területén. A politikában pedig 1848-al, az áprilisi törvényekkel, amely egy olyan politikai rendszert valósított meg Magyarországon, amely a magyar nemzetet rögtön Európa élvonalába emelte.
törvényhozásnak felelős kormány, a parlamentarizmus, a képviseleti rendszer, a népszuverenitáson alapuló képviseleti rendszer, mind-mind olyan vívmány volt, amely intézményi szempontból fogalmazta meg a magyar identitás egy-egy jellegzetességét, azonban nem jöhetett volna létre, ha az azt megelőző 50 évben a nyelv és a nyelvhez kötődő kultúra ne született volna újjá, illetve ne erősödött volna meg. Mert hogy őseink is tudták, amit mi is tudunk, a magyar nemzetet a nyelv tartotta meg. Persze tudjuk, az állam, a kereszténység fontos tartóoszlopokat jelentettek, hiszen a nyelvünket sem tudtuk volna megőrizni akkor, ha hitünket nem gyakorolhattuk volna anyanyelvünkön, illetve hogyha a hétköznapi életünket, a közéletünket nem gyakorolhattuk volna, és nem tevékenykedhettünk volna az anyanyelvünkön. Mégis az anyanyelv az, ami kezdettől fogva megtart minket, csodálatos egységben, hiszen nem csak olyan nyelvjárásaink nincsenek, amely lehetetlené tenni egymás megértését, még azokat a dialektusokat is értjük, amelyek távolinak tűnnek legalábbis magyar mérték szerint, vagy magyarországi mérték szerint. De ha kezünkbe veszük az Ó Magyar Mária síralmat, akkor, vagy a halotti beszédet, akkor azt is láthatjuk, hogy az évszázadokban is sikerült megőrizni az alapjait a magyar nyelvnek, mind a mai napig úgy tudjuk olvasni, hogy értjük is őseink nyelvét. Szinte páratlan ez a homogenitás, ez az egyneműség, ami jól mutatja, hogy mekkora kincsként őriztük, hol a mélyben, hol a hétköznapok mélyén, majd a 19. század elejétől kezdve pedig a magasban, a közéletben, a kultúrában és a művészetben az anyanyelvünket. Méltó tehát, hogy megemlékezzünk róla. Ugyanakkor 200 évvel ezelőtti őseink nem csak azt tudták, hogy a nyelvünket kell újjáalkotni ahhoz, hogy megtartson minket, de azt is tudták, hogy önmagában csak az anyanyelvünk nem csak támasz lehet, de egyben olyan fal is, amely elzár minket más nemzetektől, Európa más népeitől. Rögtön 1848-ban tapasztaltuk ezt meg, alig 4 évvel azután, hogy a magyar nyelvet hivatalossá tettük, hiszen ami nekünk a német nyelv bevezetése volt, az volt a horvátoknak, szlovákoknak, románoknak a magyar nyelv bevezetése. A latin nyelv, mint konszenzusos nyelv felmondása és helyette a nemzeti nyelvek bevezetése olyan sérelem sorozatot indított el, amely a magyar politikai elitet is keserűen ébresztette rá arra, hogy önmagában csak az anyanyelv bezár. Éppen ezért egy európai távlatot is kell találnunk ahhoz, hogy kinyithassuk ezeket a falakat, hogy egymáshoz is utat találjunk. A 19. és a 20. század hasztalan próbálkozásokat jelentett jobbára a magyarság számára, hogy Európában társakra találjunk. És tudjuk, hogy Trianonnal még inkább visszavetettek minket, és a 20. század a magyarság számára kifejezetten a magány százada volt. Pedig a mi kultúránk nem csak megőriz minket, de mi tudjuk, hogy egy olyan kincses tár is, amelyet ha Európa népei jobban megismerhetnének, nem csak minket értenének meg jobban, de talán saját magukat is, és Európa történelmét is. Fájdalmasan kevés vers, regény, novella van lefordítva idegen nyelvekre, fájdalmasan kevés magyar író vagy költő ismert az országhatárainkon túl, és sajnos még azokban a művészeti ágakban sem tudtunk kellő mennyiségben megjeleníteni magyar értékeket, amelyekhez talán a nyelv megértése nem is szükséges. Ezért fontos a Magyar Kultúra Napja. 2 dologra emlékeztet minket. Egyrészt sokat kell tennünk még azért, hogy a magyarságot valóban megismerjék Európában, hogy a magyarság legjobbjait és a magyarság jobbik arcát is megismerjék Európában. Másrészt pedig meg kell találnunk az utat más nemzetekhez azért, hogy mi magunk is megtaláljuk a helyünket Európában. Ez történhet diplomáciai protokoll lépésekkel, történhet nagy nyitásokkal, történhet diplomáciai offenzívákkal. De az igazi lényeg az, és az igazán lényeges dolgok azok, amelyek helyi szinten és emberek között történnek.
az igazán lényeges a hétköznapi kultúra, hiszen ebből nő ki a magas kultúra. És az igazán lényegesek az emberi kapcsolatok, amelyek összekötik a nemzeteket. Azok a személyes kapcsolatok, amelyek átírják a határokat, azok az ismerettségek, barátságok, szerelmek, amelyek nemzeti határokat lerombolva közösségeket hoznak létre. És ez számunkra is adott itt, a Balaton felvidéken. Hiszen az itt kezdődő közösségi együttműködés reményeink szerint egy olyan újjászületést hoz, amely a 200 évvel ezelőtti események nem csak ígéretét, de eredményeit is hozhatja majd. Hiszen 200 évvel ezelőtt feneketlen optimizmus uralkodott az országban. Ma ezt az optimizmust is újra kell teremtenünk. Azzal, hogy vigyáznunk kell rá, nehogy elveszítsük ezt a lehetőséget, nehogy bezáruljon ez a lehetőség. Ezért tartom rendkívül fontosnak azt, hogy 2023-ra koncentráljunk. Hogy tegyük félre az ellentéteinket, tegyük félre az irigységeinket, adott esetben a különbségeinket is, és fogjunk össze egy jó cél érdekében. És ezért tartom különösen fontosnak azt, hogy ma, a Magyar Kultúra Napján, Balatonfüred és Veszprém megállapodást írnak alá az együttműködésről, amely jelzi azt, hogy ez a két város, amely a magyar kultúra két bástyája, nagyon közel áll egymáshoz, és nem riválisai egymásnak. Azt a felismerést tükrözi, hogy a két város együtt tud igazán nagyot alkotni, hiszen egy térségben születünk, egy térségben élünk, egy térségben dolgozunk, és mindannyiunknak az a célja, hogy ezt a térséget európai szinten is megmutassuk, és európai szintűvé is emeljük. Úgyhogy jó munkát kívánok a polgármester uraknak is, és önöknek is az elkövetkező évekre. Köszönöm a figyelmüket! Thank you.
Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt állhatok most Önök előtt, illetve azt is köszönöm Balatonfüred polgármesterének, illetve képviselőtestületének, hogy úgy döntött, hogy az idei esztendőt, azt Veszprém-Füred szoros kulturális együttműködésére szánják. Miközben az imént itt ültem, akkor az jutott eszembe, hogy olyan 35 évvel ezelőtt, amikor a sorok között ültem, és gimnazistaként a színpadi produkciót élveztem, akkor sokszor jutott eszembe, hogy milyen jó lenne ott állni ezen a színpadon, és ezt is szeretném megköszönni, hogy ez most teljesült, ez a 35 évvel ezelőtti vágyam, hiszen erre a gyönyörű szép színpadra kerülhettem. Ott szeretném folytatni a köszöntőmet, ahol Navracsis Tibor az imént abba hagyta, hiszen Veszprémben volt egy kitűnő polgármester, a leghosszabb ideig hivatalban lévő polgármester Komjáti Lászlónak hívták, aki nagyon nehéz történelmi időben 1919 és 1929 között lehetett Veszprém polgármestere, és ő a visszavonulása után egy testamentumot hagyott ránk, amiben nagyon szépen arról ír, hogy ennek a városnak, mármint Veszprémnek akkor van jövője, hogyha az arcát a Balaton irányába fordítja. És ezt az útmutatást valamilyen különleges módon az elődeink egy kicsit figyelmen kívül hagyták. Viszont, és szerintem ez a nagyon fontos, viszont sem a veszprémi, sem a balatonfüredi polgárok nem hagyták figyelmen kívül ezt az utasítást, hiszen meggyőződésem szerint mi veszprémiek, illetve a balatonfürediek is nem unikumként, nem különlegességként fogjuk fel a várost. Mi veszprémiek nem akkor jövünk le a Balatonfüredre, amikor egyébként a csúcsidőszak van, és fürdeni szeretnénk csak, és nyilván a balatonfürediek sem azért látogatnak Veszprémbe, hogy meglátogassák az állatkertet, hanem mindannyiunk számára ez egy természetes közeg. Mi éljük, lakjuk ezt a térséget, nem csak az adott várost, hanem otthonként éljük meg mi veszprémiek Balatonfüredet, és én nagyon bízom benne, hogy a fürediek is hasonlóképpen gondolkodnak Veszprémről. És amikor mi azt a nagy víziót, vagy azt a nagy álmot megfogalmaztuk, hogy ezt a különlegességet, amit jelent Veszprém, jelent a Balaton, ezt ne tartogassuk meg magunknak, hanem ezt mutassuk meg Európának is, hiszen meggyőződésünk szerint ilyen különleges helye, ilyen különleges pezsgő kultúrájú térsége nagyon kevés európai régiónak van. És ezt a nagy álmot is úgy gondoltuk, hogy akkor tudjuk igazán megvalósítani, akkor tudunk igazán erősek lenni, hogyha nem azokat keressük, nem azokat a pontokat keressük, ami megkülönböztet bennünket a másiktól, hanem leginkább azt, ami összeköt bennünket. És ez az együttműködés, ez évekkel ezelőtt, hál' Istennek, létrejött, és ez nem csak számunkra volt fontos, hanem az a nemzetközi zsűri, aki döntött a benyújtott pályázatokról, ők szintén úgy ítélték meg, hogy ez valóban érdemes arra, hogy ne csak itt Magyarországon, hanem egész Európában be tudjuk mutatni magunkat, illetve az is hozzátartozik ehhez a pályázathoz, hogy Európát is ide hívjuk ebbe a térségbe. Még egyszer nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy 2020-ban egy ilyen különleges együttműködésnek lehetünk a részei, vagy részesei, és én egy kis meglepetéssel, egy kicsi ajándékkal is készültem polgármester úrnak, hiszen Kádár Tibor egy Erdélyből, Kolozsvárról a 90-es évek elején Veszprémbe került képzőművész, festőművésznek az alkotását hoztam ajándékul, és Szimbád szerepében Latinovics Zoltán szerepel ezen a festményen. Ez egyrészt utal nyilván arra a gazdag irodalomra, ami a veszprémi csolnoki családot személyesíti meg, ami nagyon hasonlít a Krúdi világra, a Krúdi által megírt világra, és azt gondolom, hogy Latinovics Zoltán, illetve Bújtor István két olyan szereplője az országunknak, ami talán a szerepükkel, a tevékenységükkel talán ezt a térséget is szimbolizálják. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek Önök között, és sok sikert kívánok mindannyiunknak, mert ezt is mindig el szoktam mondani, hogy egy-egy együttműködés nyilván nagyon fontos, hogy a két polgármester tenyérbe csap, de egyébként a füredi meg a veszprémi polgárok aktivitása, pozitív hozzáállása nélkül nem lesz sikeres ez az együttműködés. Úgyhogy arra buzdítom a jelenlévő füredieket és a jelenlévő veszprémieket, hogy tartalommal Önök tudják megtölteni ezt az együttműködést. Még egyszer köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen!
Jó napot kívánok, vagy inkább jó estét, tisztelt kormánybiztos úr, képviselő úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy tisztesség az Balatonfüred számára, hogy ma a kulturális együttműködési megállapodást írhatunk alá Veszprémmel, amely együttműködésre azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk, és nagyon-nagyon örülünk ennek az együttműködésnek. Balatonfüred több magyar várossal együtt büszkén vallja magát a kultúra és a művészetek városának, és erről kitüntető címünk is van. És ez az együttműködési megállapodás, ez egy közel 10 éves történet eredménye is, hiszen talán Magyarországon egyedülálló módon 2010-ben Debrecennel kötöttünk először az oktatás, a kultúra, a turizmus területén együttműködési megállapodást. Ezt a megállapodást még 6 következő megállapodást követte, és 2017-ben, mint egy megkoronázva ezt a megállapodás köteget, Budapesten a Város Stratégiai Szövetségesének a központjában, a Petőfi Irodalmi Múzeumban a 8 város megerősítette szimbolikusan is ezt a kulturális együttműködést. És bár ezeket a megállapodásokat egy évre kötöttük, ezek a megállapodások máig is élnek, és ahogy polgármester úr elmondta, egy megállapodásnak akkor van értelme, ha annak tartalma van, és nem csak a polgármesterek, de a városban élők, az adott városban élők is fontosnak érzik ezt a megállapodást és az együttműködést. Diákok, nyugdíjasok, művészeti csoportok rendszeres vendégei egymásnak azóta is, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősít bennünket, gazdagít bennünket ez az együttműködés. És hát teljes mértékben adódott a felvetés, hogy kivel tudunk 2020-ban együttműködési megállapodást kötni. Egy nálunk jóval nagyobb, erősebb, gazdaságilag erősebb, de Balatonfüredhez hasonlóan szintén önmagát a kultúra és a művészetek városáként meghatározó Veszprémmel. És most nagyon örülünk ennek, és nagyon büszkék vagyunk erre, mert az élet, a kultúra számtalan területén van kapcsolódási pont a két város között. Példálózó felsorolással a zene területén a Mendelssohn Kamarazenekar állandó résztvevője a balatonfüredi programoknak, oktatás kapcsán a Pannon Egyetem rengeteg balatonfüredi fiatalnak biztosít továbbtanulási lehetőséget. A képzőművészetek kapcsán gondoljunk a Vasari Galériára, és gondoljunk a Vas gyűjteményre, amelynek tulajdonosa Vas László ezer szállal kötődik városunkhoz. Gondoljunk a költészetre, a Quasimodo költőversenyre. 2019-ben Veszprémi Géczi János lett a fődíjas. Gondoljunk a Petőfi Színházra, amely rendszeres résztvevője Balatonfüred kulturális életének, és talán, hogyha a kultúrát tágabb értelemben fogjuk fel, és a sportot is ide kapcsoljuk, akkor nem tudom, mennyire kapott nagy nyilvánosságot, de nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy Veszprém és Balatonfüred közösen kézilabda akadémiai helyszín a kormány döntés értelmében, amely további lehetőséget és perspektívát biztosít városunk számára. Nagyon-nagyon köszönjük Veszprém Európa Kulturális Főváros pályázatát, hiszen ez egy hálózatos pályázat volt, nem csak Veszprém egyedül pályázott, hanem lehetőséget adott nekünk, balatoni településeknek is, hogy ebben a pályázatban, ennek a megvalósításában részt vegyünk, és ezt a lehetőséget én nagyon bízom abban, hogy ki is tudjuk használni. Polgármester úr, kívánom, hogy tartalmas legyen az együttműködés, kívánom, hogy nagyon sokszor szerepeljen ezen a színpadon, az Anna válasz garantáltan ilyen lesz, és nagyon bízom abban, hogy egy tartalmas, sikeres együttműködés elé nézünk 2020-ban, amely sok-sok éven keresztül folytatódni fog. Köszönjük, Veszprém!
Magazin műsorunk végén köszönöm szépen nézőink figyelmét, további szép estét és jó szórakozást kívánok. Munkatársaim nevében is elköszönök, viszontlátásra!